Az Állatok Világnapját 1931 óta ünnepeljük október 4-én. Ezen a napon hunyt el Assisi Szent Ferenc, az állatok védőszentje. A rendalapító a legenda szerint nem csak értette az állatok nyelvét, hanem beszélgetett is velük. Sőt, azt hirdette, hogy nem csak embertársainkat kell szeretnünk és tisztelnünk, hanem mindent, ami körülvesz minket. Erre hívták fel a figyelmet a Bükki Nemzeti Park igazgatóságának munkatársai is az általuk tartott foglalkozásokon. Itt ezek között, az élőlények között felismertek-e valamelyik rágcsálót? Anni? A mókus? Van? Na, ő ki lehet? Egérféle. A gyerekek nagyon élvezték a látottakat, örömmel oldották meg a feladványokat. Nekem nincs otthon házi állatom, de szeretnénk egy agámát, mert nagyon különleges állat, és én nekem szeretem a gyíkféléket, ilyen hüllőket, ilyesmiket, szeretem őket, és ezért szeretnénk egy agámát. A foglalkozásokon résztvevő gyerekek mindegyike imádja az állatokat. Szeretem a rókát, vannak házi állataim, őket szoktam sétáltatni, etetni, és szoktam őket gondoskodni, és fürödni is szoktam velük, meg szoktam őket bent sétáltatni, még a házba is. A foglalkozás tartó szakemberek elmondása szerint vannak családok, amelyeknél rendszeres a természetjárás, de nem ez a jellemző. Sajnos egyre több kisgyermeknek nincs jó viszonya a természettel, van, akinek már az is problémát okoz, ha sáros lesz a cipője. Ez ellen próbál tenni a Nemzeti Park igazgatóság. A Nyugati Kapu látogatóközpontban ragadozókkal és prédáikkal ismerkedtek a gyerekek, megtudták, mi az állatok szerepe az ökoszisztémában. Az igazgatóság területén élő védett rágcsákról, például az ürgéről, a magyar ospeléről, ragadozók közül pedig a szürke farkasról, a hiúzról és a parlagi sasról tudnak meg egy kicsit többet a gyerekek. Az ő életmódjukról, illetve az élőhelyükről, hogy miért fontos ezeket az élőhelyeket megőriznünk, védenünk. Egyébként nem csak az Állatok Világnapján, hanem az év bármely szakában jelentkezhetnek osztályok és csoportok a Bükki Nemzeti Park igazgatóság erdei iskola programjára.